Péntek 12-e van. Mostanában nem tudom, hogy miért, de mindig úgy felejtem a kamerát, hogy vesz. És akkor felveszek ilyen f***ágokat. Hello! Nem érzem a lábam. Mi az a sok dzsúva itt az asztalon? Tegnap kaptam ezt a két csomagot. Nézzük, hogy mi van bennük. Az első, ez azt gyanítom, hogy hát ehhez még kell egy alkatrész. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még arra a vlogra, amikor elestem a Segway-jel. Most én meg nem mondom nektek, hogy fejből nem tudom, hogy hanyadik rész volt. Ide, hogyha ide kattintotok, akkor meg fogjátok tudni nézni. Elestem a Segway-jel, és olyan szerencsétlenül estem, hogy így a kamerát így szó szerint báf, lezúztam a földre, és sajnos ez az objektív, a legkedvesebb objektívem, a széles látókörű eltört. Ami csatlakozik a kamerának a testéhez, itt ezek a kis fogacskák, itt tudom, hogy mennyire látszik. Zoomolj már! Nézd, nem zoomol. Ez az. Szóval itt ezek a kis fülecskék, itt körbe szépen le vannak törve. Nem tudom, hogy ez elméletileg kéne látszódjon például itt. És hát mi csinál a jó magyar ember? Nem azonnal szaladunk a boltba és veszünk egy vadonatújat. Annyira jó, még nem megy. Hát felmentem az eBay-re, és elkezdtem kutakodni, hogy van-e esetleg hozzá alkatrész. Igazából csak egy ilyen kis szar műanyag részről van ugyebár szó. Természetesen Kínából jött. Én nem tudom, hogy mennyire über szuper a minőség, de hát egy ilyen kis műanyag lópikulán mit lehet elrontani? Ez mindjárt ki fog derülni, mert le fogom ezt cserélni a régit és felrakom az újat. A következő manővert, azt ne próbáljátok ki otthon. Ne álljatok neki bütykölni az ilyen objektíveket. Egyrészt azért, mert nagyon drága, és hogyha valami rosszul sül el, akkor azért én nem szeretnék felelősséget vállalni. A másik dolog meg az, hogy ezeken általában van garancia, úgyhogy garanciával elméletileg megjavítják, és hogyha ezt itt nekiállsz szétbütykölni, mint ahogy én fogom most másodpercek múlva, akkor ugrott a garanciát. Egyébként, ha nem látott még senki objektívot belülről, akkor ez a belseje. Itt ez a alaplapja. Következzed az igazság pillanata, amikor lecserélem ezt az objektívet erre az objektívre. Következő dolog, ami ebben a dobozban rejlik, az szintén az esésemhez köthető hozzá. Minden fényképezőgépben található egy szenzor. Ez a szenzor érzékeli a lencsén keresztül beáramló fényt, és ez alakítja át digitális képpé. Amikor elestem a Segway-jel, akkor ugye bár letörött ez a lencse róla, és a szenzor előtt van egy ilyen kis redőny, olyan, mint az ablakon a redőny, csak egy ilyen finom motorikus elektronika szabályozza, és ez a redőny felragad, tehát felragad, szabaddá téve a szenzort. Na most ez a szenzor, ez nagyon érzékeny, apró porszemek, vagy bármi más szennyeződés éri, akkor rontja a képnek a minőségét. Én meg gyerekként úgy gondoltam, majd én ki fogom onnan fújni, tehát belefújok egy jó nagyot, és megoldom a problémát. Olyan gyönyörűen sikerült megoldani a problémát, hogy beleköptem, és a szenzoron most látszik is, nem tudom, majd mindjárt megpróbálok keresni. Fehér papírlapot látszik a legjobban talán. Nem tudom, hogy mennyire látszik, de megpróbálom majd bekarikázni nektek, ha vágom a videót, úgy szintén. És ezt a köpetet szeretném most eltávolítani. Na nézzük! Nagyon jó. Most lehet látni, hogy itt van benne ez a kis tükör rész. Ezt valahogy fel kell nyissuk ahhoz, hogy a szenzorhoz hozzáférjünk. Ezért mindjárt megmutatom. Itt vagyunk a menübe. A lényeg az, hogy itt manuális módra kell állítani. Belemész, megnyomod a menügombot, és
Itt van, hogy sensor cleaning. Ok, clean manually, tehát kézi tisztítás. Megnyomom, és nézzétek, mi történik. Wow! Látjátok, milyen szép zöld? És ott a nyálam valahol. Ezt fogjuk most megtakarítani. Felmondom ezt a sterilizált tisztító fejet, ami egyébként így néz ki. Ehhez nem szabad hozzáérni. Teszünk rá egy kis anyagot. Akkor most én belenyúlok. Eddig nagyon jól néz ki az egész, nem tudom, hogy látszódott-e, hogy mit csináltam. Igazából egy mozdulattal itt belenyúltam és elhúztam erre ezt a kis pöcköt. Meg is oldottuk a problémát. Ennyi volt, készen vagyok. Woo! És visszatért a jó öreg 10-18-as. Egyébként a kedvenc lencsém, hibátlan. Mit szóltok az új felnihez? Azért szeretem ezt a lencsét, mert ebbe jól szét lehet rátni, sok minden belefér. Kezdődjön akkor a... Aki életében már látott halat, az gondolom tudja, hogy mi borítja a halak testét, igaz? Általában a halak testét ugyebár pikelyek borítják. Ám amit López úr fogott ki, az egy picikét más volt. Azért volt más, mert a hal testét ugyanis tetoválásszerű szimbólumok borították. Egyébként sokan úgy vélik, hogy a földön kívüli erők rejlenek itt a háttérben, és a hal testén lévő szimbólumok azok valamiféle fajta üzenetet hordoznak az emberiségnek. Úgy gondolják az emberek, hogy valami nagy gáz lehet az óceánokkal itt a Földön, és ez valami előjele lehet valami nagy változásnak. Én megköszönöm a mai figyelmeteket is, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok. Az új feliratkozókat köszöntöm a csatornán, ha viszont most látod először a vlogomat, akkor szeretnélek megkérni, hogy nézd meg néhány korábbi videót, nézd meg párat, és hogyha még mindig úgy gondolod, hogy tetszik a vlog és szeretnéd követni, akkor iratkozz fel a csatornára, és minden reggel kapod az értesítést, amikor új videót töltök fel. Efene ez a nyád. Ja, igen, ennyi. Sziasztok!